A kulturális központ közösségi tereit vették birtokba október 12-én azok a hölgyek, akik elfogadták a Hajdúszoboszlói Nőegylet meghívását. Az Egyesület történetében második alkalommal szervezett sportnapot, mely a testmozgás, az egészség és a jótékonyság jegyében telt. Bár a programok közül nevében csak egy ígért flót. Ez a különleges élmény állapot valamennyi bemutatott mozgásforma esetében működött. Erről tanúskodtak az energikus, felszabadultan csevegő, boldogan mosolygó nők, megtapasztalva a sport és közösség jótékony hatását. Az érdeklődők már az épületbe lépve érzékelték azt a dinamizmust, mely órákon keresztül betöltötte a házat. A Nőegylet előző évi sportnapját a HSE-nél szabadban tartották. Ezúttal nem akarták, hogy az időjárás befolyásolja terveiket, így választották a kulturális központot. A szervezők kérésének mindenki eleget tett, senki sem érkezett üres kézzel, az összegyűlt tartós élelmiszer karácsonykor jut el a rászorulókhoz. A tavalyi eseményen is nagyon sokan vettek részt. Azt láttuk, hogy elég nagy igény van arra, hogy összehozzuk a sportot, a mozgást, az egészséges életmódot egy kis jótékonykodással. Idén elhoztuk a művelődési központba, és úgy gondolom, hogy nagyon jó ötlet volt, mert egy nagyon kellemes hangvételű napunk van, és rengeteg tornás van, aki eljön és részt vesz ezen az eseményen, és ugyanakkor jótékonykodik is. Mi próbáltuk ezt több helyen posztolni, azt látjuk, hogy nagyon sok helyre eljutott a hírünk, és ennek az eseménynek a megrendezése. Balmazújvárosról, Debrecenből, környező helyekről is jönnek, nem csak a hajdúszoboszlóiak, sok mindenkivel beszélgetünk, és látjuk, hogy más helyszínekről is jöttek szerencsére, ennek nagyon örülünk. A nagy teremben egymást váltották a programok. A tágas térben a széksorok helyén polifómok és steppadok. Ezekre az eszközökre is szükség volt a lelkesedésen kívül. Figyelemben és odaadásban nem volt hiány. Több mint 15 csoportos tornaforma mutatkozott be, köztük olyan is, ami eddig ismeretlen volt Szoboszlón, vagy oktatója már elköltözött a városból. Debrecenből is invitáltunk most tornásokat, és sőt olyan tornásokat, akiket annyira nem ismernek, mint például Lukácita Júga kerekét, ami nagyon sok mindenkinek ismeretlen, és egy picit ilyen fenntartással van, hogy ahhoz az egy másabb mozgáskultúra, úgyhogy próbáljuk őket is megismertetni az új elemekkel. Köszönjük szépen Szabó Juditnak, aki Szekszárdról utazott el ide, holott régebben Szoboszlón ért és tartott tornákat, mint csak úgy hívtuk, hogy Terminátor, mert annyira erős tornákat tartott, nagyon nagy volt a tornás tábora, és ő most megtisztelt a jelenlétével eljött, és ő is fog egy tornát tartani nekünk. Szerintem miatta is nagyon sokan fognak eljönni. A nagy teremben sokan követték Kálai Etus lépéseit és szavait. Ő mindig megújul. Aki vele tart, maga is bízhat ebben. Az aerobik e-formája Etus szerint megy a kezdőknek is. Most éppen egy steppados órát hoztam. A steppados koreografált órát nagyon-nagyon szeretem. Nagyon jól átmozgat egyébként, zsírégető hatása van, formája a combunkat, fenekünket. Igyekeztem egy alapkoreográfiát hozni, egy olyat, ahogy a kezdők is tudják követni, közben a haladóknak se legyen nagyon unalmas, úgyhogy így, tehát kis vidáman az óra. A kezdőnek is én azt gondolom, hogy aki beáll, és a haladó vendégek mögé állnak be, ugye mondtam az óra elején, hogy úgy álljanak már be, akkor könnyebb nekik követni, és először megtanítom mindig az alaplépést, egy térthúzást, egy basic. Ugye még a nevüket sem nagyon tudják, úgyhogy eleve még azt is meg kell tanulniuk, hogy melyik lépést hogy neveznek, de azokra épülünk, az alaplépésekkel megyünk tovább, és mindig csak egy-egy elemet cserélek, és azt utána többször gyakoroljuk, és így tudják követni a kezdők is, igen. Mit ad ez a mozgásforma? Ez a mozgásforma vidámságot, felszabadultságot. Itt nem tudnak másfele gondolkozni. Tehát, hogyha valakinek gondja, terhe van, itt azt kint hagyja, az ajtó mögött hagyja. Itt, ha nem figyelünk oda a koreográfiára, akkor nem tudják követni. Kénytelen mindenki kint hagyni a problémáját és követni az órát. És meddig tart ez az állapot, ez a bizonyos flow? Hát ez a flow szerintem elég sokáig, tehát még szerintem óra után is annyira feltöltődünk, és annyi energiát kapunk tőle, hogy szerintem az egész napunkra kihat. Köszöntötte a megjelenteket Ceglédi Gyula is, aki nagyszerű kezdeményezésnek nevezte az eseményt.
Természetesen én is szívesen jöttem a feleségemmel együtt, ő elment tornázni, én pedig itt kipróbáltam ezeket a kínálatokat és lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy a Hajdúszószói Nőegylet kitűnő munkát végez ebben a közösségépítésben, nyilván az egészség megőrzésben, és hogyha szükséges, akkor ugye egészségnapot tartva, akinek valamilyen betegsége van, azt felfedezve, segítve a gyógyulás, illetve hát a jótékonyság az, hogy mindenki, aki részt vesz ezen a mai napon, azok hoznak egy kis hozzájárulást majd a karácsonyi jótékonykodáshoz, illetve a befolyó bevételekből is majd fognak vásárolni. Nyilván városvezetés részéről is szívesen támogatjuk az ilyen kezdeményezéseket. Hál' Istennek Hajdúszószón nagyon sok civil egyesület van, akik hasonló jótékonykodást csinálnak, és ezek mind-mind nagyon hasznosak a város kohéziója, az embereknek az összetartása szempontjából is. Mindenképpen akartuk a mozgás mellett színesíteni azért a programkínálatot, hogy aki éppen két torna között van, vagy egy tornát kihagy, és egy picit szabadideje van, akkor egy kicsit a kiállítókat is meg tudja nézni. Eljött hozzánk a Hungaroszpa, aki különféle gyógykezeléseket mutat be, és masszíroztat, fejmasszást, válmasszást is csinálnak, illetve terápiás kezelésekről adnak tanácsot. Eljött hozzánk Sárvári Ágnes, ő süteményeket készített otthon, házi készítésűeket, és ő 200 darab süteményt ajánlott fel a Nőegylet részére, amit nagyon köszönünk, nagyon hálásak vagyunk érte. Eljött a Joma Sport ruházatokkal, ruhákat, különféle sportruházatokat árul, és ő is felajánlotta a sorsoláson, 14:30-kor van egy sorsolásunk, amin részt vesz. Többen voltak, akik kitartóan járnak egy adott tornára, de most boldogan éltek a választás lehetőségével. Magyar Szilvi és Ildikó testvérek. Mondhatni, csajos napot tartottak együtt, valószínűleg nem egyedülként a jelenlévők közül. Igen, mi rendszeresen járunk egyfajta tornára, de most eljöttünk, hogy kipróbáljunk másfajta tornákat is. Melyik volt az, amit próbáltatok? Hát reggel kezdtük egy aerobikkal, utána bodyártot próbáltunk ki, utána meg egy steppet. Ez meglehetősen fárasztónak tűnik, az is volt? Igen, elég fárasztó volt, de nagyon jól éreztük magunkat. Örülünk, hogy volt ilyen szervezés, és legközelebb is, ha lesz, akkor szívesen eljövünk. Egyetértetek azzal is, hogy a Nőegylet ezt összeköti a jótékonysággal is? Igen, természetesen mi is hoztunk felajánlásokat, és szívesen hozunk máskor is. A tükrös teremben tartotta bemutatóját Csukás Tünde, aki a sajátján kívül egy jógaórát is bevállalt, míg a pilateszt kénytelen volt kihagyni. A softball az egy ilyen kis puha labda, ami egy ilyen 20-25 cm átmérőjű, könnyen meg lehet fogni, és nagyon jól segíti a dinamikus és a statikus mozgást is. Ez egy nagyon jó hangulatú óra, ami először állásban lesz, egy ilyen nagyjából fél óra, és utána pedig fekvésben, ülésben, támaszkodásban nagyon-nagyon sokféleképpen lehet használni ezt a kis labdát. Nagyon szeretem. Bárki jöhet az órákra, én mindenkire figyelek, adok olyan instrukciókat, ami esetleges könnyítés vagy nehezítés, ki hogy milyen alaptest alkattal jön, vagy milyen háttérrel esetleg vannak valami problémái, fáj a lába, fáj a háta. Amúgy ez egy annyira jó hangulatú óra, hogy így mindenki így feldobódva megy haza, és elfelejti minden búját, bánatát. Azt nem tudtam meg, melyik sütemény vagy sékíz lett Tündének, mert ezekből is legalább olyan csábító volt a választék, mint a tornákból. De azt igen, utóbbiból mit próbált még? Jogán voltam, már tavaly is voltam ezen a rendezvényen, és jogán voltam akkor is, és most is. Ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy elcsendesít, szeretem, hogy befelé tudok figyelni. Ugyanakkor a pilateszt is szerettem volna megnézni, most az pont előttem van, és azt most kihagytam. Én úgy érzem, hogy mindenki mindenféle órára jöjjön el, amit csak tud, mert akkor tudja kiválasztani, hogy melyik lenne neki jó. A jóga a mindennapi életben egy világszerte működő szervezet, amely a fizikai, lelki, társadalmi és spirituális egészség megvalósulása, a világbéke, a kultúrák és vallások tisztelete érdekében dolgozik.
Alapítója közel 50 éve járt először Magyarországon. A jóga iránt érdeklődők gyakorló programjain évente több alkalommal találkozhatnak vele. Hevesi Szabó Tímea rendszeres résztvevője ezeknek a bemutatóknak. Ő maga 20 éve jógázik, 10 éve már másoknak is segít megélni ezt az élményt. Mesterlánc az alap, amin nyugszik, indiai eredetű, és Paramhansa Swami Maheshwarananda a jógarendszerünk megalkotója, és ő egy élő mester. A mai napig tudunk vele kapcsolatot tartani, találkozunk vele, és én erre nagyon büszke vagyok. 20 éve vagyok ennek a rendszernek a tagja, és 10 éve oktatom. Mit ad neked elsősorban, és te mit tudsz adni másoknak? A mesterrel való kapcsolat, ez egy nagyon különleges kapcsolat, semmihez nem hasonlítható, és én azóta érzem azt, hogy a helyemben vagyok, mióta Swamiji-val találkoztam. Nagyon nagy biztonságot ad, és tényleg egy olyan kapcsolódást, ami így nem is lehet megfogalmazni. Nem lehet szavakba önteni. Az alakformálás sokrétű dolog. Lehet munkásabb, vagy választható kényelmesebb megoldás. Az én idő minőségi felhasználásának módjáról mindenki maga dönthet. Amit a Body Art Studio kínál a hölgyeknek, kevésbé megterhelő, egyrészt gépi alakformálásról van szó, másrésztről testszobrászt masszázsokról. Sokszor saját magunkra jut igazán kevés idő. Tehát azok számára, akik szeretnének formálódni, csinosodni, azonban nincsen elég idejük önmagukra, kiváló megoldások a gép, illetve a testszobrász masszázsaink is. Valamint azok számára is nagyon jó, akik mondjuk valamilyen sérülést szenvedtek el, és egészségügyi akadálya van annak, hogy mozogjanak. Ez egy különleges módja az alakformálásnak, hiszen a vendégek megérkeznek, minden esetben elsősorban van egy személyes konzultációnk, ott átbeszéljük ugye egyrészt a célunkat, átbeszéljük azt, hogy milyen kezelés lesz a megfelelő a vendégünk számára, és utána helyet foglalnak a kezelőágyon, és valóban a gépek teszik a dolgukat. A testszobrász masszázsoknál pedig maderoterápia faeszközös masszázson van, ott anatómiailag kialakított faeszközökkel dolgozok, kiváló narancsbőr ellen, megereszkedett bőr ellen, valamint a legújabb masszázsunk, a Mendiz cellulit elleni kezelés, egy intenzív szérumos masszázst takar. Nagyon hatékony, akár 4-5 alkalommal tényleg megszabadulhatnak a vendégek attól a narancsbőrtől, ami a nők 90%-át érinti. Bemutatkozó standdal és intimebb környezetben is várták a hölgyeket, de bárhol fogadják őket, a cél ugyanaz. Támogatni a nőket életük harmonikusabb átételében. Tehát ez éltet igazából, ez motivál engem a munkámban napról napra, hogy a csillogó szemeket, amikor látom, amikor befejezünk egy-egy kúrát, vagy akár egy alkalom után is már érzik magukon a változást, és ez nagyon jól esik számomra, a pozitív visszajelzések, az, hogy segíthetek. Mert ugye, mint már említettem, rohanó világot élünk. És sokszor nem elegendő az, hogyha valaki sportol aktívan, tisztán táplálkozik, hanem kell még valami kiegészítés. És nagyon fontos az, úgy gondolom, hogy nőként egyensúlyban legyünk önmagunkkal. És ehhez bizony néha külső segítség is kell. Egyedi az út, amelyet bejártak a résztvevők, míg eljutottak idáig, hogy másoknak is átadják tudásukat. Közös vonás viszont a segítő szándék, amit a Nőegylet elnöke külön kiemelt. Nagyon sok tornás és kiállító is ajánlott fel tornás és különféle kezeléseket. Itt van Hevesi Szabó Tíme a Bémerágyjal, aki bemutatja, és 8 perces kezeléseket, vagy 16 perces kezeléseket lehet megkapni és kipróbálni ingyen. És a fő támogatónk az Airby Lion Fitness, aki 200 darab séket készít a mai nap folyamán a vendégeknek, teljesen ingyen, és különféle testtömegindex méréseket is végez. Úgyhogy minden kiállítónak nagyon hálásak vagyunk. És még egyszer szeretném kiemelni a tornásokat is, tehát mindenki ingyen tartja ezeket a tornákat, az összes kiállító ingyen van itt szabad idejébe, és minden, amit felajánlott, az mind ezért a napért van, és az összes résztvevő, aki pedig bejön, mindenki hoz egy tartós élelmiszert, azzal pedig a jótékonysághoz járul hozzá, ami a karácsonykor, az italosztáskor kerül kis kiadásra. Tehát továbbra is ez a hármas jegy, mert én inkább hármasabb jegynek tartom ezt, tehát hogy egészség, jótékonyság és közösségépítés? Így van, pontosan ez a hármasság egyében vagyunk, és ezt szeretnénk továbbiakban is folytatni és vinni tovább. Ezek a legfontosabb dolgok szerintem.